korhatárhoz közel eső digitális televíziózás szemszögéből némileg előnyösebb helyzetben vannak azok a szemben, akik Szerbia más részein élnek. Ugyanis, ha van elegendő pénzük, 4,5-10 ezer dinár között olyan receivert vásárolhatnak, amelyek által a magyar határhoz közel eső vajdaságiak a 11 szerb csatorna mellett további 7 magyar és 4 horvát csatornát nézhetnek díjmentesen. Nem mellékes, hogy a digitális vétel szükséges berendezés megvásárlására kiadott pénzömét a Szabadkönyv Magyar Házban székelő Szekeres László alapítványon át megtérítik magyarországi pénzekből. Akár Magyarországon, akár Szerbiában, akár máshol beszerzett beltéri vevőegységek, úgynevezett set-top boxok beszerzéséhez tud a Szekeres László alapítvány a Magyarországi Betlen Alapítvány közreműködésével hozzájárulást nyújtani. Névre szóló készpénzszámlával kell rendelkeznie a kérelmezőnek, személyi igazolványának fénymásolatával, valamint bankkártyájának másolatával, valamint ki kell töltenie egy kérelmet és 3 példányban egy támogatási szerződést, amely űrlapok egyébként a Szekeres László Alapítvány honlapjáról tölthetőek le. És ez a pályázási lehetőség gyakorlatilag a határmenti községekben lakó magyar nemzetiségű polgárok számára van nyitva, tekintettel arra, hogy ezek a források magyar állami közpénzből származnak. A szerbiai digitális televíziózásnak van még mit fejlődni, annak ellenére, hogy az avalai adóról elkezdték a digitális jeltovábbítást. Ennek köszönhetően a vajdasági tévéadásra is szinte tartományszerte követhetőek. És az sem mellékes, hogy egyre több szerbiai nézőnek kell majd úgynevezett set-top boxot vásárolnia, hiszen Szerbiának legkésőbb 2015 nyaráig át kell állni a digitális kép- és hangtovábbításra.